Szeretettel üdvözlöm Önöket! Itt az idő, hogy egy kicsit megpihenjenek, leüljenek, és velem teázzanak, hiszen kezdődik az adás. Egy kicsit beszélgetünk, egy kicsit tanulunk, ahogy ezt már szoktuk, itt a nyár ezernyi kérdést vet fel, hát e körül fogunk mi is járkálni, sok mindent megkérdezünk meghívott vendégeinktől, és azt hiszem, hogy Önöknek egy kellemes kikapcsolódást is nyújtunk ezzel. Ha valaki mégis többet szeretne tudni adásunkról, annak kínáljuk a weboldalunkat www.teaglóriával.hu. Aztán van egy Facebook oldalunk, érdemes belenézegetni, hiszen legutóbb is megmutattuk, hogy a hatos csatorna stábja hogyan is érezte magát ezen a, mondjuk úgy, hogy csapatépítő programon, ami valójában egy isteni kerti parti volt, aki még nem látta, irány, nézze meg kollégáinkat. És akkor van még a műsornak egy állandó telefonszáma, amint pedig én várom Önöket, hogy kérdezzenek, ez így hangzik 0620 9 340 330. Reggel 9 után, de este 9-ig bátran forduljanak hozzám, vagy fölveszem, vagy nem. Persze ezt nem direkte csinálom, hanem azért, mert én is dolgozom, fellépek. Például most volt egy csodálatos gálakoncert Ötvös Csillának, ahol én voltam a háziasszony, és bizony ilyenkor le van kapcsolva a telefon. Na de, akkor maradjunk abba, hogy hívjanak, és össze fogunk találkozni. Nézzük meg, hogy mi mindent kínálok Önöknek a mai adásban. Első blokkunk új utak az egészségmegőrzésben, és ahogy ez most már nálunk hagyománnyá vált, minden hónap első adásában Péter fia Éva, egészségfejlesztési szakértő jön hozzánk, és ad hasznos és könnyen elvégezhető tanácsokat erre a hétre, vagy akár az egész hónapra. A mai témánk nyári egészségvédelem. Hát arról fogunk vele beszélgetni, hogy kell védenünk az egészséget nyáron, és ha igen, hogyan. Ezután szép magyar települések, érdekes események blokkunk következik, és most nagyon érdekes lesz, mert ezt most nem mi forgattuk le, hanem Zirci televíziós kollégáink, és így igazán közvetlen a helyszínről kapunk hírt arról, hogy itt van ismét a Zirci Folk Népzenei Fesztivál, hogy mi mindent találnak itt, erről fog szólni kollégáink műsora. Ezután, akikre hallgat a természet, ez is egy blogsorozatunk, és ismét vendégünk lesz Boda Zoltán vízidoki. Beszélni fogunk a most vasárnapi nagy felvonulásról az Andrássy úton, ahol tisztelgünk a 907-es diadal előtt, és persze gondolunk minden olyan eseményre, amivel egy kicsit jobbá, egészségesebbé tehetjük földanyánkat, ahogy Boda Zoli mondja, tehát sok érdekességről lesz szó, és hoz egy nagyon kedves új vendéget, nagyon érdekes, amiről beszélgetni fogunk, ő nem más, mint Szabó Gergely, masszőr, terapeuta, csontkovács, és ezekről a különleges dolgokról beszélgetünk, valamint arról, hogy nem sokára lesz egy különleges nyári tábor, aminek az a lényege, hogy együtt lenni jó, és ha együtt vagyunk, jól leszünk. Mit is jelent ez? Tessék meghallgatni a beszélgetést. Ezután életművek sorozatunk következik. Ez kicsit kapcsolódik az IPOSZ által fémjelzett sorozatunkhoz is, hiszen ebben a műsorban arról fogunk beszélgetni, hogy magasrangú állami kitüntetést kapott dr. Jürgen Hogeforster úr, a Hanza Parlament alapítója, örökös elnöke, és ez már bizony egy egész életet
bemutat, értékel. Ez egy interjú lesz, és azt hiszem, hogy olyan értékes embert mutatunk be, akit nagyon meg lehet szeretgetni, és elismerni a munkáját, valamint a következő heti adásban pedig az IPOSZ vezetősége jön el, és meséli el annak a történetét, hogy hogyan is került ez a magyar állami kitüntetés Jürgen Höge Foster úr méltatására. Ezután folytatjuk a múlt heti adásunkat, lesz ebben szó melegről, napsütésről, bőrrákról, érdemes odafigyelni. Kedves nézőink, ehhez a mai adáshoz jó szórakozást kívánok! Új utak az egészségmegőrzésben. Kedves nézőink, miről is beszélhetnénk másról, mint a nyárról? Olyan jó, ha itt van, ha tombol a nyár, bár azt is látjuk, hogy rendkívül szeszélyes mostanában az időjárás. Viszont ha a címünket nézzük, nyári egészségvédelem, hát mi is ez, miért kell ez? Hát a nyár szabad, mindenki éli világát. Hogy megtudjuk, hogy mi ez, nagy szeretettel köszöntjük ismét stúdiónkba Péter fia Évát, aki egészségfejlesztési szakértőnk, és hát most már jó pár hónapja veled indul a hónap. Most már családtagnak tekintünk, és épp ezért szerintem tegeződhetünk is. Nagyon köszönöm. Én köszönöm. És akkor, hát először is mondd, hogy milyen veszélyeket rejthet a nyár? Hát a nyára úgy gondolunk, hogy ez egy nagyon kellemes időtöltést jelentő évszak, és mindenki nagyon várja, hogy végre meleg legyen, de hát most meleg volt, és a körülöttem lévő 40 pluszos emberek már mind azt szerették volna, hogy na de ennyire meleg azért ne legyen. Tehát fontos beszélni a melegről, és hogy mit lehet ilyenkor csinálni. Fontos beszélni a légkondicionálóról, vagy hogy lehet-e, és milyen módon lehet hűteni a levegőt úgy, hogy ne betegedjünk meg. Nálunk most nagyon-nagyon sok, 5-10 olyan ügyfél van naponta, akinek a légkondicionáló miatt vannak felső légúti problémái és megbetegedései. Tehát ezek mind fontosak. Én azt gondolom, hogy itt a nagy melegben a legfontosabb a folyadékpótlás. Mert mindenki azt hiszi, hogy a kórházban biztonságban vagyunk, hogyha már betegek vagyunk és oda megyünk, de a kórház az egy veszélyes intézmény, és azért, mert nem ittunk meg 2-3 liter folyadékot naponta, és infúzió formájában a kórházban töltik belénk, azért ne menjen kórházba senki. Elég fegyelmezettek vagyunk már, oda tudunk figyelni, de ha nem, akkor állítsuk be az órát, bármit csináljunk, de óránként legalább 1 deci, vagy 2 óránként 2-2,5 deci folyadékot igyunk meg. Ez egy alapszabály. És hogy mi legyen a folyadék, tökéletes a tea. Bármilyen tea lehet. Lehet fekete tea is, zöld tea is, gyümölcs tea is, mindenféle ízben, többféle formában, gyógynövény teák is lehetnek, hogy kicsit rásegítsünk, mondjuk ha csalán, bodza, akkor segít a víz visszatartás elengedésében, és ugye ez nyáron gyakran előfordul, hogy dagad a kezünk, lábunk attól, hogy meleg van, és a szervezetünk megpróbálja visszatartani a folyadékot. Ha iszunk, az hideg legyen, vagy meleg legyen? Hát én azt mondom, hogy bármi legyen, csak ne cukrozott szénsavas üdítőital, és lehet hideg, és lehet meleg is. Én is van, amikor hideg italt. Jól esik egy pohár hűvös. Igen, és van, amikor meg inkább meleget, vagy langyosat. A forró teát én nem szeretem ilyenkor, de tudom, hogy vannak olyan országok, meg olyan egészségügyi szakterületek, ahol kifejezetten ezt javasolják, az ajurvéda is, a kínai gyógyászat is, meleg
italt javasol ilyenkor, ebbe is van logika, de ha ezt nem kívánjuk, én ilyenkor nyáron még a teámat is megvárom, hogy kihűljön, akkor mindegy, hogy hidegen isszuk, csak melegen, egy dolog nem mindegy, hogy isszuk, vagy nem isszuk. Praktikus lehet mondjuk egy üveget megtölteni, és akkor látom, hogy mennyit ittam, mert vagy fogy belőle, vagy nem. Az a legpraktikusabb dolog, hogyha egy 2 literes üveget megtöltünk folyadékkal, bármilyen folyadékkal, és azt meg kell innunk, és ez az abszolút minimum, hogy ezt meg kell inni egy nap folyamán. Sokan panaszkodnak, hogy de nem kívánják. Az nem érdekes, hogy kívánjuk, vagy nem kívánjuk, én dolgozni sem mindig kívánok, muszáj inni, és felnőtt emberek vagyunk, ezt kénytelenek vagyunk megérteni. Melegben, hőségben a szervezetünknek, aminek 75% a víz, szüksége van a vízpótlásra. Nagyon-nagyon sokat elpárologtatunk, nagyon sokat izzadunk ilyenkor, ezt a vizet pótolni kell. Akár kívánjuk, akár nem. Ha már belülről pótoljuk a vizet, azért megkérdezem, hogy jó dolog, ha valaki egyszer, kétszer, esetleg háromszor is zuhanyozik egy nap a melegben? Teljesen, azzal nagyon kellemesen és jól le lehet hűteni magát, nyugodtan bár akárhányszor lezuhanyozhatunk, és itt is majdnem mindegy a vízhőmérséklete, tehát kicsit hűvösebb vízben ugyanúgy, mint kicsit melegebb vízben nyugodtan zuhanyozzunk le, öblítsük le a testünket, arra figyeljünk, hogy ne használjunk folyamatosan 3-4 tusfürdőt vagy szappant ilyenkor, mert ugye a bőrünkön és van egy mikrobiom réteg, ami a bőrünk természetes védő rétege, és hogyha nagyon gyakran szappanozzuk, akkor megsérül ez a nagyon vékony, de nagyon hasznos velünk együtt élő baktérium flóra, ami nem jó, mert bármi sokkal könnyebben behatol. Például a nap sugárzásának is a hatása sokkal jobban érvényesül, a fényérzékenység sokkal erőteljesebb lesz, ha ezt a vékony mikrobiom réteget megsértsük. Na most az előbb említetted, hogy ugye párologtatunk, meg izzadunk. Ez ugye jelentős ásványi anyag, meg egyéb dolgok kerülnek így ki belőlünk. Ezt hogyan tudjuk pótolni? Nyár van, és a nagy szabadságban nagyon sok zöldséget, gyümölcsöt eszünk. Ezzel pótolhatók az ásványi anyagok. Én nyáron nagyon kevésféle étrendkiegészítőt szoktam javasolni, mert bár jelentősen csökkent a zöldségek, gyümölcsök, ásványi anyag és vitamin tartalma, de nyáron még a legelvetemültebbek is sokkal több zöldséget és gyümölcsöt esznek, mint a téli időszakban. Tehát a legkevesebb zöldség-gyümölcsevők is ilyenkor azért legalább egy fél paradicsomig eljutnak a nap végére. Hát de azért az nem biztos, hogy elég. Az biztos nem elég. Általában az irányelv az, hogy körülbelül 1/2 kilónyi, 5 féle. De féleségnek számít az is, tehát ha piacra megyünk vásárolni, akkor például paradicsomot úgy vásároljunk, hogy különböző színűek legyenek. Mert a sárga, a piros, meg a nagyon sötét színű, az 3 félének számít. Aha. A zöld, a sárga, meg a piros kaliforniai paprika is 3 félének számít. De érdekes, ki gondolná. Egyébként nagyon sok telefonáló volt, akik azt mondták, hogy de hát ők már nem tudnak piacra járni, nincs aki bevásároljon, tehát főleg ők kérdeztek ilyeneket, hogy akkor milyen bogyókat szedjenek, hogy azért meglegyen a vitamin háztartás. Nagyon érdekes kutatást olvastam most éppen a hétvégén, hogy az erkélyen végzett növényekkel végzett munka már mennyire sokat számít. Például 36%-kal csökkenti a demencia kockázatát is, növeli a szerotonin szintünket, az a boldogság hormon, az kell nekünk.
Emiatt a feszültségeink, szorongásaink jelentősen csökkennek, kint vagyunk ugye a szabadban, a D-vitamin termelés az fokozódik. Tehát, hogyha egy fél óra... A lelkünknek is jó a virágokkal foglalkozni. Igen, tehát ha semmi másképp nem tudja ezt megoldani, akkor az erkélyen néhány cserépnyi muskátlival el tudja érni, hogy az ő egészsége jobb legyen. Uh-huh. Mi az, amikor a nagy melegben már inkább azt tanácsoljuk, hogy lassan, vagy mi az, amit nyáron érdemes mozogni? Hát nyáron ugyanazokat a sportokat érdemes végezni, amit télen is, alacsony vagy közepes intenzitású mozgásokat. Ilyen a séta például kifejezetten, nem 11 és 3 óra között, hanem vagy korán reggel, vagy 6 óra után. Még világos van, nyugodtan el lehet menni, legalább fél órát sétálni. A kerékpározás is ilyen alacsony, közepes intenzitású tevékenység. Az úszás ilyenkor kifejezetten hatékony és jó, vízben van, kellemes, tehát azt is nyugodtan lehet csinálni. Aki szeret jógázni, annak az tökéletes. Ugye a nyújtó gyakorlatokról már beszéltünk, azokat akár otthon is el lehet végezni, még ágyban fekve is, mert fel lehet ülni, előre lehet hajolni, fel lehet emelni a kezünket. Tehát amennyi mozgást tudunk végezni, annyit mindenképpen végezzünk, hiszen az élet az a mozgás maga. Ha a mozgás megáll, akkor az életünk is megszűnik, vagy legalábbis nagyon-nagyon-nagyon erősen beszűkül. Hát akkor most jöjjön az egyik számomra legnehezebb téma, ez maga a légkondicionáló. Tudjuk, hogy nyáron meleg van, kevés ruha van rajtunk, még úgyis egy kicsit nedves a bőrünk, majd bemegyünk egy áruházba, a bankba, nem tudom én hova, 18 fokra lehűtve, ők ott hosszú ujjúba ülnek elegánsan, mi meg úgy érezzük, hogy megfagyunk. Hogyan lehet helyesen használni a légkondit? Hát helyesen úgy tudjuk használni, ha otthon vagyunk, és mi használjuk a légkondit. Én azt szoktam mondani, és általában a szakemberek azt javasolják, hogy egy 6-8 foknyi különbséget tegyünk a kinti hőmérséklet, meg a légkondicionált hőmérséklet között. Tehát ha kint 35 fok van, akkor a szobában legyen mondjuk 27-28 fok, és az még könnyen áthidalható, és jól viselhető. Értem én, hogy a 27-28 fok az télen nagyon meleg, de nyáron viszont teljesen kellemes hőmérséklet. Uh-huh. És nem késztetjük a szervezetünket nagy ugrásokra, hogy most hirtelen mit csináljon a 22 fokból, kimegy mondjuk igen, a melegre. Hát azt is látjuk, hogy most, amikor ugye vasárnap még 35 fok volt, most meg 20, hogy ez mennyire megterhelő a szervezetünknek ezek a nagyon nagy ugrások. Ugyanezt el tudjuk érni légkondicionálóval is. Egyébként pedig mindenkinek azt szoktam javasolni, hogy férfiaknál kardigán vagy valami pulóver, nőknél meg egy kendő legyen mindig nyáron is, hogyha kimennek, mert nem tudhatjuk, hogy bemegyünk-e annyira hűvös helyre, hogy ott kellemetlenül érezzük magunkat. Valakinek azonnal megfájdul a válla. Pillanatok alatt meg tudunk fázni, és pillanatok alatt reumás jellegű problémákat, betegségeket tudunk szerezni, akár csak egy izmunk is be tud gyulladni, különösen akkor, hogyha a légkondicionáló ránk jön közvetlenül, azt próbáljuk mindenképpen kikerülni, hogyha lehetőségünk van rá. De a kendő az egy nagyon jó megoldás a hölgyeknél. Pici, bele lehet rakni a táskába, férfiaknál egy összehajtható pulóver nagyon jelentősen tudja csökkenteni ezeket a problémákat. Mm. És még egy fontos dolog, hogy a légkondicionálót, hát nem most, de még most se késő, ki kell tisztítani, mert nagyon gyakran baktériumok ülnek meg benne, úgy jó fél évig nem használjuk egyáltalán, érdemes ezt szakemberrel fertőtlenítetni, kitisztítatni,
A leggyakoribb probléma a meghűlésen kívül az egy Legionella nevű fertőzés, amit csak úgy lehet megkapni. Ez a mikroorganizmus, ez nagyon szeret a légkondicionálóban lenni, tehát ahhoz, hogy ez ne jöjjön onnan ki, amikor mi bekapcsoljuk, ahhoz sajnos meg kell őt ölnünk, tehát fertőtleníteni kell a légkondicionálót annak érdekében, hogy mi ne legyünk betegek. Hát remélem, hogy ezt mindenki megfogadja, mert szeretjük az ilyen dolgokat elblitzelni. Most beszéljünk arról, akinek nincs légkondicionálója. Sok mindent hallani, vizes kendő a csuklóra, vagy amit már én is próbáltam, hogy egy nagyon enyhén nedves törülköző így végig a felsőtesten, amíg elalszik az ember, és aztán az úgyis megszárad. Egészséges ez, vagy sem? Teljesen egészséges, tehát a naponta többszöri kézmosás akár, úgyhogy ha a csuklónkat lehűtjük hideg vízzel, az is tökéletesen jó. Kicsit áthűl a testünk, nyilván valamennyi idő múlva vissza fog melegedni, de ez segít. A nyitott ablak is természetesen segít. Ha valaki allergiás, akkor azt szoktuk javasolni, hogy napközben azért ne legyen nyitva az ablak, mert ugye ilyenkor a szálló pollenek, a levegőben lévő pollenek is nagy mennyiségben vannak jelen, 10-11 óra után ezek csökkennek, nagyon jelentősen csökkennek, igen. Tehát ezért érdemes estére, éjszakára kinyitni az ablakot, és reggel ébredéskor azonnal be is csukni, mert olyankor a pollen terhelés is kevesebb. Jöttek még nagyon sok érdekes kérdés, és én ezt köszönöm önöknek, és továbbítom is. Van, aki azt mondja, hogy ő ilyenkor nehezen lélegzik, hogy vagy a szíve, vagy a tüdeje, de valami baj van. Mi lehet ez ilyenkor? Mind a kettővel lehet baj, tehát a szívének is lehet baja, a tüdejének is lehet baja, a nehéz légzést ebben a meleg időben bármelyik probléma előidézheti. Idősebb embereknek egyébként is gyakran van bajuk a keringési rendszerrel. A hajszálerek már nem úgy működnek, mint fiatalon, tehát bármelyik okozhat problémát a meleg idő hatására. A mozgás az akár mennyire is furcsának tűnik, segít, hiszen a mozgással a keringésünk fokozódik, tehát ha csak annyit csinálunk, hogy megállunk az asztal mellett, és lábujjhegyen állunk, az már nagyon sokat segít. Vagy legugolunk, fölállunk, ki mennyit tud mozogjon, mert ha a keringést csináljuk mi magunknak, fokozzuk a saját keringésünket, akkor könnyebben tud a szervezet alkalmazkodni, mint hogyha... Ezt nem tesszük, és csak fekszünk, és lihegünk, mint az oroszlán, és farkincánkkal próbáljuk hűteni magunkat. Például a legyező az is egy olyan, ami használható ebben a melegben és hőségben. De azt mi szabályozzuk, annyira hűtjük magunkat, amennyire. De a ventilátor is jó, tökéletesen jó. Vagy a jégkocka is abszolút jó, akár elszopogatni, akár csak a csuklónkra rátenni. Tehát az, hogy hűtjük a környezetünket, az is tökéletes. Ma már lehet kapni olyan ilyen nagyon pici asztalra helyezhető kis készülékeket, amiben vizet lehet tenni, és egy ventilátorral nagyon pici vízpermetet ad a környezetünkbe, amitől nem leszünk tocsakosan vizesek, de a hűtött hideg vízzel lehűtött nedvesebb levegő az jót tehet. Kivéve, ha asztmások vagyunk, akkor ezt ne próbáljuk, mert a melegre, ha még páratartalmat is rakunk, akkor abból befulladás lehet. Úgyhogy ez asztmás betegeken kívül mindenki másnak tökéletesen jó, az asztmásoknak kevésbé. Ha ritmusosan mozgunk, azaz segíthetjük a szív mozgását? Tehát valami olyan könnyű tornát csinálunk, amiben van ritmus, vagy ez lényegtelen? Én szerintem minden mozgásban van ritmus, tehát már a lépésünkben is van ritmus, és azt tudjuk gyorsítani, vagy lassítani, az szerint, ahogy nekünk kellemes, vagy ahogy még
meg tudjuk tenni. Én azt szoktam mindenkinek javasolni, hogy a határon egy 10-20%-kal menjünk túl. Tehát ha már nem kellemes csinálni, akkor na még 2 perc. Tehát, hogy mindig egy picit tovább menjünk. Mert az jelenti az igénybevételt. Igen. Mert ameddig jól esik, hát addig jól esik. Uh-huh. De ilyenkor könnyebb egyébként, tehát nyáron sokkal könnyebb rávenni magunkat egy sétára is, hiszen jó idő van, nem kell nagyon fölöltözni, nem esik az eső, nem esik a hó, süt a nap, hívogat bennünket a szabad levegő. Érdemes egyébként mindenféle mozgást ilyenkor kipróbálni. Táncolni is sokkal nagyobb kedve van az embernek. Erről már nyáron beszéltünk. Tehát ilyenkor tessék megfogni apát otthon, és egy bármelyik zeneszámra táncolni egy kört. 2-3 perc, tökéletes. Uh-huh. És egy pici mozgás, és ritmusra van. Még egy kérdés érkezett, hogy ő úgy érzi, hogy nyáron más a vérnyomása. Változtathatunk-e? Jó, tudom, hogy ezt a közvetlen orvosától kéne megkérdezni, hogy mennyi gyógyszert szedjünk. Hát mindenképpen, ugye nyáron általában alacsonyabb az emberek vérnyomása, kitágultak az erek, az én vérnyomásom ilyenkor így a béka perspektívába szokott kerülni, ami azt jelenti, hogy 60-70 szisztolés értéket is tudok produkálni, de a magas vérnyomásos betegeknek is lemegy ilyenkor a vérnyomása az esetek nagyon nagy többségében. Érdemes ezt mérni. Nyilván a vérnyomásunk az nagyon sok mindentől változik. Változik attól, hogy idegesek vagyunk, stresszesek vagyunk, felhívtak, nem hívtak, milyen betegségünk van, vagy milyen nem. Változik attól, hogy mit eszünk, vagy mit nem, és hogy milyen a külső hőmérséklet. Tehát a vérnyomásunk rengeteg mindentől változik, de ha mérjük, akkor a házi orvosunk tudja kontrollálni, és tud csökkenteni vagy növelni a gyógyszer mennyiségen. Ha folyamatosan alacsony a vérnyomás, akkor értelemszerűen csökkenteni fogja a gyógyszer mennyiségét, de én nem javaslom, hogy ezt magunktól tegyük meg. Tehát forduljunk az orvoshoz mindenképpen, aki kezel minket, hiszen azért vagyunk nála, mert megbízunk benne, ő fogja tudni, de csak akkor tudja, hogyha elé tesszük a paramétereket, hogy nem érzem annyira jól magam, és tessék nézni, doktornő, mostan már csak 110-es. Uh-huh. Tehát segítsük őt meg azzal, hogy már egy pár napot odafigyeltünk. Tehát egy pár napig mérjük a vérnyomást. Az én édesapám is ugye 86 éves, dagadalába, és még alacsonyabb a vérnyomása most, mint szokott. Az volt a ma reggeli tanácsom is, hogy mennyit iszol, méred. Hát ő 1,5-2 litert biztos megiszik. Értem, az télen jó, de nyáron kevés. 2-3 liter, akkor majd nem fog dagadni a láb. Minél több vizet iszunk, igen, annál kevésbé tartja vissza a szervezetünk a vizet. Mert tudja, hogy megkapja a következőt. Fogja kapni. Tehát még ebbe is kell egy kis ritmus, hogy a szervezet tudja. Azért szoktam azt mondani, uh-huh, hogy óránként, 2 óránként igyunk legalább 1-2 deci folyadékot. Tehát nem úgy, hogy most megiszom 1 litert egyszerre, hanem hogy időről időre tudja a szervezet, hogy nem kell megtartania a vizet, mert hogy kap másikat. Kis házi patikánkból mindig szoktunk ajánlani, hogy ilyenkor mi az, amit azért érdemes otthon tartani, vagy esetleg szedni. Mit ajánlunk? Hát én ilyenkor a következő nyári problémára, ami a csípések, szúnyogcsípés, rovarcsípés és egyéb csípésekre szoktam javasolni mindig egy készítményt, ami egyébként allergiások szednek, de nagyon-nagyon jó, mivel úgy hívjuk, hogy antihisztamin. A hisztamin az egy fehérje, ami, hogyha felszabadul, akkor részint viszketést, részint mindenféle váladék folyását, orrfolyást, könnyezést okoz, de ugyanez a fehérje szabadul fel akkor a szervezetünkbe, amikor mondjuk egy szúnyog, vagy egy darázs, vagy bármi megcsíp bennünket, attól lesz piros a környezete, a szervezet védekező rendszere. Tehát ezzel az allergiásoknak
való szerrel nagyon könnyen csökkenteni lehet a szúnyogcsípések okozta viszketéseket, az iszonyatosan kellemetlen. Tehát ez mindenképpen legyen otthon nálunk, vagy valami olyan kenőcs, vagy hűsítő, bármi, ami ezt, erre a szúnyogcsípésre utólag rá lehet rakni. Vannak gyógynövényes permetek, amik kifejezetten jó hatásúak ebben az időszakban és erre a helyzetre. Ez kell azoknak, akik kijárnak, és legalább fél órát sétálnak naponta, és esznek zöldséget, gyümölcsöt. De a zöldséget, gyümölcsöt mindenképpen javaslom enni. Még egy dolgot szoktam javasolni, az a pedig a fermentálás és a kovászolás. Mert a beleinket a legeslegjobban nyáron tudjuk rendbe rakni. Ott a legkönnyebb. A beleinkben lévő mikroorganizmusoknak rostokra van szüksége, illetve jó bacikat kell a bélcsatornába juttatni. A rostokat mindenképpen megesszük a zöldséggel, gyümölccsel, és a fermentációval pedig olyan laktobacillusokat juttatunk a beleinkbe, amik nagyon sokat fognak segíteni a későbbiekben. Rengeteg mindent befolyásolnak. Ebből lehet egy külön adást csinálni, hogy a bél baktériumok milyen szinten befolyásolják az egészségünket. A fermentáció az egy olyan eljárás, amivel laktobacillusok keletkeznek az adott dologba, bármit fermentálhatunk. Most itt az ideje a kovászos uborkának, hát most kell eltenni. Kovászolni uborkát folyamatosan, és kovászos uborkát enni, de én a gyümölcsöket is szoktam fermentálni, hogy? És én fermentált leveket iszom, 5 literes dunsztos üvegkel hozzá, igen? Egy fél kilónyi bármilyen gyümölcs, vegyesen is lehet, vagy külön-külön is. A gyümölcsöt később az én párom szereti megenni, de én már kevésbé, különösen a málna, eper, azok ilyen nagyon macsosak lesznek a fermentáció során, amely ez még finom, de az ital maga nagyon finom lesz, és lesz belőle, tehát fél kilónyi gyümölccsel, egy 5 literes üveget csak vízzel meg kell tölteni, mint a kovászos uborkára teszünk egy tányért, vagy bármit, hogy ne kerüljenek kívülről bele más mikroorganizmusok. Lehet bele mentát, citromot, gyömbért, amilyen ízben óhajtjuk tenni, és az attól függően, hogy nagyon meleg van, vagy kicsit, pont mint a kovászos uborkánál, 1-2 nap, vagy 3-4 nap alatt fermentálódik. Pici kis buborékok jelennek meg. Megerjed egy picit? Ó, igen. Olyasmi, de nem kell rá kenyeret ilyesmit tenni, hanem ez magától, mint amikor a szőlőlé elkezd mustáválni. Igen, de a legelején, tehát a fermentáció az ott van, még mielőtt ő elkezd, ugye a must az maga a szőlőlé, de murcivá válik akkor, amikor elkezd erjedni. Ez előtt leszűrjük, berakjuk a hűtőbe, nekem ilyenkor keletkezik 2-2,5 liternyi fermentált ivólevem, és azt nyugodtan lehet reggelihez is inni, 1-2-3 decit. Kellemes, én a savanykás gyümölcsöket szeretem, savanykás íze van. Ha valaki nem cukorbeteg, akkor nyugodtan lehet hozzátenni még az elkészítés fázisában 1-2 evőkanálnyi cukrot, a laktobacillusok annak a nagyobbik részét meg fogják enni, de akkor édeskésebb lesz. Ha cukorbetegek vagyunk, akkor cukor nélkül készítsük el, és akár édesítőszerrel utána lehet ízesíteni, hogy ne a natur gyümölcs lé íz legyen, hanem egy kicsit édeskésebb lé. Megint tanultunk valamit. Arra kérlek, hogy egy kicsit azért foglald össze, hogy mit is csináljunk nyáron az egészségünkért. Én azt kérem önöktől, hogy nyáron is vigyázzanak az egészségükre. Igyanak legalább 2-3 liternyi folyadékot, egyenek zöldséget, gyümölcsöt. Most rengeteg féle van, nagyon finomak, nem csak egészségesek. Vigyázzanak az egészségükre. Jó egészséget önöknek! Szép magyar települések, érdekes események.
Kedves nézőink, tudják, hogy ilyenkor mindig szép, érdekes településeket keresünk föl, és még érdekesebb, még különlegesebb eseményeket, amit tiszta szívből tudunk ajánlani. Hát most Zircre látogatunk el, na nem véletlenül, mert nem sokára itt van a Zirci Folk Népzenei Fesztivál. Rengeteg eseménnyel, gazdag programmal. Ezt szeretnénk önöknek bemutatni, felhívni rá a figyelmet, de a különlegessége, hogy ezt most nem mi készítettük, hanem Zirci televíziós kollégáink, úgyhogy dőljenek hátra, és élvezzék a blokkot. Köszöntöm a kedves nézőket! Mindenkit üdvözlök Zircről, a Regoli Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóházból. Intézményünk a Bakony fővárosának, Zircnek a kulturális központja, melynek udvara közösségi térként szolgál. Ezen a hétvégén, július 5-én és 6-án egy nagyszabású népzenei fesztivál helyszínéül fog szolgálni, ahol körülbelül 300 előadóból álló sereg fogja szórakoztatni a látogatókat. Ennek a programnak a történetéről és programjáról szeretnék beszélni önöknek. A Bakony főváros a Zirc idén ünnepli városá nyilvánításának 40. évfordulóját. A születésnapi programsorozat jött létre a településen, és ennek keretein belül a helyi civilek összefogtak, és csodát hoztak létre. Szeretnénk megkérni, hogy meséld el, hogy hogyan jött létre ez a rendezvény, és ki mindenkinek köszönhető a megvalósulása. Igazándiból a Litterbe a féle szakmaiság és hatalmas szív, és az a hagyományainkról való rengeteg tudás van az egésznek úgy a hátterébe, és az a szívjóság, amivel az Zirc Kulturális Alapítvány pályázatát az összes többi helyi civil szervezet, gyakorlatilag mindenki, aki él és mozog, megsegítette, megtámogatta, részt vesz benne, közreműködik benne önkéntesként, bemutatkozóként valamilyen formában a négy rendezvényben. Ugye áprilisban volt egy Szent György napi, ami a Zircnek a múltját, a történelmét és a természeti környezetét helyezte fókuszba. Túrától elkezdve itt mindenféle fajta olyan program elem volt, amiben az írciek és a meghívott közreműködő barátaink kitettek magukért, és egy Árpádházi királyi udvarház jött létre itt a múzeum területén. Most júliusban az írci folk még mindig a múlttal foglalkozik, a Bakonynak a néphagyományaival, ami egy rendkívül összetett sokoldalú, Bea majd elmeséli, hogy mi minden tartozik hozzá a magyar és a sváb kultúra, az aratás és minden olyan, ami egyfajta olyan élő hagyományőrzés, ami szórakoztató, és már kezdünk lassan majd a jelenbe belépni azokkal a közreműködő és szereplőkkel és műsorszámokkal, amik mind tematikailag tökéletesen passzolnak a programba. Reguli Antalnak egy egészen új oldalát fogjuk majd megismerni itt ebbe a két napba. Ősszel, szeptember végén, akkor már elérkezünk a jelenbe, Zircnek az értékeit vonultatjuk föl, egyfajta értékleltár formájában a művészeti csoportjaink, az intézményeink és a civil szervezetek mind megmutatják magukat, ki mit csinál. Zirc nagy, rendkívül gazdag mindenféle olyan tevékenységben és olyan értékben. Én mindig azt szoktam mondani, hogy talán nincs az országban még egy ilyen kisváros, ahol ennyi minden érték és lehetőség és tudás szív és szeretet egy helyen van, és kínálja magát az egész ország számára. A decemberi program, az pedig a záró programként, az Írciák Adventje sorozaton belül, ott a szívünket és a lelkünket helyezi majd, és a karácsony ünnepét előtérbe. Az, hogy ez a négy rendezvény összeállhatott egy rendezvénysorozattá, elsősorban kellettek az írciek, mindazok a partnerek. Nem fogok most név szerint mindenkit felsorolni, mert az egész műsoridő elmenne vele, de azt higgyék el a kedves nézők, hogy gyakorlatilag az összes írci benne van ebben a rendezvénysorozatban, ebben az írc 40 éve város jubileumi ünneplésben.
nagy pályázati támogatást, azt a miniszterelnökség városi civil alappályázati kiírásán nyertük el, ami lehetővé tette, hogy ne csak helyiek, hanem olyan összefogással az ország olyan rangos előadóit, táncpedagógusait, szakembereit hívhassuk meg, ami külön-külön kis forrásokból lehet, hogy nem állt volna össze. Kárpátaljai és az erdélyi testvérvárosunk fiataljai, táncosai is jelen lesznek a kétnapos programban. Ők egyébként egész héten itt vannak, az erdélyi baráti kör évtizede körülbelül hívja meg őket, és csatlakoznak a város éppen aktuális rendezvényeihez a fellépéseikkel. Ezek a gyerekek a tánctanulástól kezdve a szabadidős programokon át minden szépet és jót megtapasztalnak itt a körünkben. Az ő itt létüket a Nemzeti Együttműködési Alap pályázati támogatása tette lehetővé, és a Profili Alapítvány úgy szintén támogatta a kárpátaljai gyerekek program részét. A Német Nemzetiségi Önkormányzattal összefogásban zajlik majd a szombat délutáni program, ahol ugye a sváb hagyományokat helyezzük majd előtérbe, és ők is erre a rendezvényükre, ami szerencsés együttállása a napnak és a holdnak és a zirci értékeknek, hogy pont erre a napra gondoltuk ki együttműködésként a programot. Az ő programjaikat szintén a Nemzeti Együttműködési Alap támogatta. A több civil szervezetnek a közreműködésére az zirci önkormányzat civil támogatási alapja adott támogatást. Egyébként a város minden olyan formában mellette áll a rendezvénynek, ahogy az intézményeink is, és a civilek is, és nem győzöm eléggé az együttműködést, az összefogást, a közösségi értékeket hangsúlyozni, amik most júliusban is, áprilisban is, szeptemberben és decemberben is, ezért gyakorlatilag minden napján érvényesek és együttműködő a városunk közössége. Nagyon szépen köszönöm a részletes tájékoztatást, mert csak egy utolsó kérdésem lenne, hogy lássunk egy kicsit a kulisszák mögé. Én úgy számoltam, hogy körülbelül 300 fellépő lesz a két nap alatt. Hány segítője lesz a rendezvénynek? A különböző program blokkokat különböző közösségek segítenek, akik, amiben a legjobbak, vagy akikhez tartozó közreműködők vannak. Biztos, hogy legalább 100 olyan önkéntes közreműködő és segítő lesz itt a nap folyamán, akik vagy a határon túli gyerekekkel kapcsolatban, akár a közreműködőkkel, akár a fellépőkkel kapcsolatban, akár a gasztronómiai programelemekkel, mert azok is lesznek a két nap során, azzal fognak foglalkozni, de fontos szerepe van mindazoknak, akik a technikai hátterét biztosítják a rendezvénynek, tehát a hangosításig, színpad elemekig bezárólag, de az se mellékes, hogy mindig legyen egy pohár víz annak, aki megszomjazik. Erre mindenre megvan az aktuális helyi csapatunk, és az is volt az egyik célja egyébként ennek a projektnek, hogy azok a közösségek, akik nem napi szinten működnek együtt, vagy adott esetben egymás mellett egymással párhuzamosan dolgoznak, most egy olyan rendezvénysorozatban álljanak össze egy új nagy közösségé, ami aztán majd a továbbiakban segítheti a város többi rendezvényét is, akár jövőre, vagy még később. Tehát a sok kis közösségből egy nagy önkéntes csapatot is kovácsolt ez a Zirc 40 rendezvénysorozat. Litter Beátát, az ötletgazdát kérdezem arról, hogy mi inspirálta őt a program megszervezése során. Hát a Bakonyú mindig kicsit fehér folt volt a néprajzi feldolgozás tekintetében, és mindig olyan csodálattal tekintettünk más tájegységekre, hogy a néphagyományaink milyen élőek. Tehát gazdag, hagyományőrző programokat szerveztek Kalotaszegen, Hollókön, Győrött, és valahogy nekünk is ez volt a szívünk vágya, hogy visszanyúljunk nagy anyáink gyökereihez, és bemutassuk azt, amit a szakemberek gyűjtöttek anno több évtizeddel ezelőtt.
A Zirci Folk helyszínen Reguli Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház. Az intézmény egyik sarokpillére a bakonyi hagyományok, mesterségek átörökítése. Milyen mesterségek fognak megjelenni a hétvégi rendezvényen? Sok tervünk volt, nem mindegyik most valósul, tehát nem mindegyik mesterség bemutatása most valósul meg, de felhívnám figyelmet például a győri kékfestőműhelyre, mert a kékfestők elme mindig kelendő volt az itteni sváb asszonyok körében is. Megjelennek a gyógynövényes, népi kenceficék, orvosságok, a helyi kézművesek bemutatják a szalmafonást és a csuhézás tudományát. Folk fesztiválról van szó. Mesélj kérlek a táncokról, amik jelen lesznek a program során. Nagy örömünkre most már nem az első alkalommal van táncos tanításunk, mégpedig a bakonyi táncok tanítása, ami egy újra rekonstruált tánc, ugyanis 10-15 évvel ezelőtt kerültek elő egy páncélszekrényből régi archív felvételek. Két nevet szeretnék megemlíteni, Vastag Ricsit és Szabó Csabát, akik ezek a felvételeket megnézték, illetve utána jártak, felkerestek régi öregeket. Szabó Csaba idős pásztor emberekkel is rendszeresen találkozott, és ez alapján adják tovább ezeknek a gyűjteménynek az anyagát a fiatalok számára. Júliusi hétvégén mind a két nap lesz táncoktatás, pénteken a polgári táncokat mutatják be, szombaton viszont a páros táncokat. A bakonyi az tudni kell róla, hogy egy kemény tánc, állítólag térdés bokagyilkos a szakemberek szerint, de reméljük, hogy jól sikerült, az oktató, a Szabó Csaba és Dékmárné Forgán Zsuzsanna lesz. Nem hiányozhat az ének sem. Hát két kedves hölgyet hívtunk el, ugye ha már bakonyi folk, akkor nem hiányozhat az, hogy Békefi Antalról megemlékezünk, aki a térségben összegyűjtötte a népdalokat, egy kedves fiatal népzenészt és népdalénekest, Császárné Borzavári Rózát hívtuk el, és nem csak énekelni fog, hanem tanítani fogja az énekeket, úgymond egy közös éneklésre invitálja a vendégeket. Szombaton viszont Navratil Andreát hívtuk meg vendégként, aki szintén nem első alkalommal látogatott Zircre, sőt, személyes kötődése is van kisvárosunkhoz, hiszen a nagymamája ide valósi. A helyi rendezvények családos programok, és minden generációt próbálnak megszólítani. Hamarosan ünnepeljük Reguli Antal születésének 205. évfordulóját, és Regulinak vannak rejtett oldalai is, vagy inkább kevésbé ismertek, és az ő személye is becsatlakozik a rendezvénybe. Mégpedig hogyan? Szeretnénk a Regulinak a palóc kutatásához úgy is kapcsolódni, hogy elhívtuk a Palóc Múzeumtól Paluk Norbertet, akinek egyrészt az egyik előadása Regulinak a palócföldi kutatásairól fog szólni, másrészt bemutatja palócföld népviseletét, főleg Rimócnak a csodálatos férfi és női viseletét, majd utána bemutat kislányával egy Rimóci csárdást. Igazából egy előadás, de két előadóval, ezt pénteken délutánra terveztük, ahol a Bakonyi és Balaton felvidék pásztortársadalmának a hagyományait szeretnénk bemutatni. Ugye ez Szabó Csaba lesz az egyik előadója, aki a mai napig is találkozik a mai élő pásztora emberekkel,
akik a jelen pillanatban is legeltetik a jószágukat, de ehhez szervesen csatlakozik dr. Varga Anna előadása, aki a hagyásfás legelőkről, azoknak a mai hasznosításáról fog beszélni. A hétvége során gyerekprogramok és koncert is várja a közönséget. Hát igazából ezt a hétvégét egy jeles nap köré fűztük, mégpedig ugye Péter Pálkor megszakad a búza gyökere, és Sarlós Boldog Asszony nap elmúltával megkezdődik az aratás, és mi a népdalok terén is, és a programok terén is egy kicsit valahol az aratás köré fűzzük a programot, így ezen a napon, vagy a hétvégén lesz aratási felvonulás és aratási mulatság, amiben nem csak a néptáncosokat szeretnénk bevonni, hanem a családokat is. De kifejezetten a kisgyermekeknek is kedveskedünk. Mind a két nap lesz mese előadás. Az első nap a KL Színháznak a Sárkánynyelő Sebestyén című mesejátéka. Szombaton viszont a Felvidékről jön Écsi Gyöngyi, aki a Szőlőszem Kálmán című népmesét fogja előadni. Azon kívül lesz játék, kincskereső játék a múzeumban, és az összes többi foglalkozáson is családok vehetnek részt, például lesz gasztronómiai bemutató, és ez a bemutató nem csak bemutató lesz, hanem megtanulhatják az itteni sváb kultúrára jellemző krumpi gombócnak az elkészítésének a rafinériáját is. Miután jól lakunk sváb ételekkel, mi lesz a rendezvény záró programja? Erdélyből és Kárpátaljáról és a Felvidékről is érkeznek vendégek, illetve a szombat az a német nemzetiségi program is egyben. Elmondhatjuk azt, hogy majdnem körbeérjük a Kárpát-medencét. Veszprém megyének van egy együttese, a Flare Beás, aki a roma nemzetiségnek az egyik jeles képviselője, és szombat este ezzel zárjuk a programot. Rengeteg állami támogatásnak, pályázatnak, több mint 100 civilnek köszönhetően július 5-én és 6-án szeretettel várnak a szervezők mindenkit Zircen, a Reguli Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóházban, ahol a bakony folklórját mutatják be a mindenüket feláldozó önkéntesek. Akikre hallgat a természet. Kedves nézőink, nagyon örülök, hogy Boda Zoltán ismét itt van körünkben, tudom, hogy önök is szeretik, és nagyon érdekes dolgokról fogunk beszélni, rendezvényekről, és aminek nagyon-nagyon örülünk, hogy Boda Zoltán ismét hozott egy új, értékes, érdekes embert, aki ráadásul arra tette az életét, hogy a mi életünket, közérzetünket jobbá tegye. Tehát nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban Boda Zoli Vizidokit. Isten áldás. És Szabó Gergelyt, aki masszőr, terapeuta, csontkovács, és még sok mindent meg fogunk tudni róla. Hát én azt mondom, hogy Zoli, kezdjünk azzal, hogy mi is lesz ez a vasárnapi rendezvény. Egy nagyon-nagyon komoly találkozó lesz a Hősök terén, és megáldjuk a földanyát, és elindul egy olyan folyamat, ami gyógyító folyamat lesz, mert két évünk van, hogy rendbe tegyük a földanyát, mert különben nagyon-nagyon nagy baj lesz.
Hát beszéltünk erről már évekkel ezelőtt is, hogy mindig történnek bajok, és jó lenne, ha a földanya meggyógyulna. Van is ennek egy nagyon kedves és szimbolikusan is értelmezhető képe. Ezt tulajdonképpen mondhatjuk, hogy a plakátod is egyben? Egyben, igen, és mindenkit szeretettel meghívok, aki tudna segíteni és akar segíteni a földnek, találkozzunk, keressenek meg. Telefonomat itt meglátják. Szeretettel várok mindenkit, aki segíteni akar földanyának. Jó, tehát azt tudják, hogy Boda Zoli, amit csak lehet, elkövet a vizeinkért, a földünkért, és mi ezt nagyra becsüljük benne. És ez a bizonyos rendezvény, amiről én beszéltem, volt erről külön adásunk is, tehát vasárnap 10 órakor az Oktogonnál van a gyülekező, egy nagy, hosszú séta egészen a Hősök teréig, majd a Vajdahunyad váráig. Én magam is ott leszek, Zolival is lehet itt személyesen találkozni, tehát kérem önöket, hogy aki csak teheti, jöjjön el. Megemlékezünk a 907-es diadalról, amit egyszerűen pozsonyi csatának szoktunk emlegetni. És hát olyan emberekkel lehet ott találkozni, mind a művészekkel, mind magában a sorban, akiknek ugyanarra az ütemre jár a szívük. És akkor most ismerkedjünk meg kedves vendégeddel, Szabó Gergellyel. Kedves Gergely, nagyon-nagyon sok mindent olvastam, mennyi mindennel foglalkozik, és én szeretném, ha most egy picit bemutatná önmagát, hogy mióta tette az életét arra, hogy bennünket, embereket segítsen. Ez már egy régi történet, több mint 20 évvel ezelőtt kezdődött. Akkor végeztem el az első masszőr tanfolyamat, illetve reikivel kezdtem a tanulmányokat. Utána ezt folytatta különböző keleti-nyugati kultúrákból. Masszázsról is több mindent tanultam, több tanfolyamot végeztem, különböző testi, lelki, szellemi gyógyító tanfolyamokat is magam mögött tudtam már, access bars, access facelift, illetve különböző népi gyógyászati jellegű dolgokat is tanultam. Na most, ha nem haragszik, és gondolom nézőink, önök is így vannak ezzel, hogy mi az az access bars? Egy angol szó. Az access, az hozzáférni valamihez, a bars, az egy terület. A fejünkön van a 32 zóna, amik különböző életterületekhez kapcsolódnak, és ennek a gyengén érintésével lehet a változásokat előidézni. Hát ez nagyon érdekes. Az a címünk, hogy együtt jó lenni. Hogy kell értelmeznünk ezt a címet? Az első, hogy jól lenni, akkor egymagam jól tudok lenni, akkor tudok másokat abban segíteni, hogy ők is tudjanak jól lenni egyedül is, vagy akár csoportban is tudjunk jól lenni együtt. Hát az az igazság, hogy mindannyian szeretnénk jól lenni. Úgy tudom, hogy van egy-két története is, ami már sikerekről számol be. Az egyik kedvencem az most nyáron történt. Volt egy vendégem, aki bottal érkezett be a kezelőbe, és a kezelés végén a körfolyósóra visszajött a botjáért, mert elfelejtett elvinni magával. Volt egy kis változás állapotába. De aranyos történet. Tehát simán elment, mint aki jól végezte a dolgát, igen. És aztán jutott eszébe, igen. Hogy ott maradt valami a bot. Valami hiányzik. Hát ez egy nagyon aranyos történet. De hol tudunk együtt lenni, hogy jól legyünk? Milyen rendezvények vannak? Havonta egyszer tartunk zenei rendezvényt, koncertet, együtt zenélést a Magnetházban. Van két gitáros, egy basszusgitáros, meg egy normál gitáros, ők is zenélnek. Énekelünk, használunk dobokat, csörgőket, mindig adunk a közösségnek is hangszereket, aki szeretne, az belül kapcsolódni. Ez nagyon érdekes, tehát folyik egy műsor, amiben bekapcsolódhat az, aki csak úgy elment meghallgatni? Bevonjuk a közösséget, aki szeretné. Ezek mantrák, népdalok, magyar énekek, amik mindig ismétlődnek, és pont az ismétlődés ad a lehetőséget arra, hogy aki szeretné, az tud együtt énekelni, mint egy kórus olyan jelleggel. Ez engem mindig érdekelt, hogyha mantrát mondok, az hogy hat az egészségemre? Mi az, amivel hat rám? Hát amin a figyelmem, amit kimondok,
hozzá kezdek el közeledni, hozzá válok, és minél többször mondok ki valamit, minél mélyebb átélésre, annál inkább arra kezdek el hasonlóvá válni, ahhoz kezdek hasonlóvá válni. Lehetünk önmagunkkal egyensúlyba, tehát hogy az úgy érezzük, hogy pont a mérleg közepén állunk? Lehetünk, ez a célja ennek az életnek, ennek a létezésnek, hogy minél többször, minél közelebb kerüljünk, megtapasztaljuk, és benne is maradjunk akár rövidebb, hosszabb ideig ebbe az állapotba. Ki találta ezt ki, hogy legyenek ezek a koncertek? Több mint 10 évvel ezelőtt többfajta zenekart, koncertet láttam, és úgy éreztem, hogy ez úgy megmelengeti a szívemet, ez úgy ad valamit, ami más, mint amit mondjuk a tévében, rádióban, a mainstreamben hall az ember, és volt mantra jellegű zenekar, volt sámántátos jellegű formáció, voltak népdalok, és mindenből, amit úgy éreztem, hogy szívesen énekelek, és szívesen mások is velem énekelik, ezekből állt össze egy repertoár. És akkor a havonta mindig más műsor van, vagy visszatérőek? Vannak ismétlődő elemek, és vannak új elemek, attól is függ, hogy a közösség milyen típusú emberekből áll. És hogy lehet erre jelentkezni? Gondolom megjelennek, hiszen ma már egyrészt van egy digitális világ, van-e Facebook oldaluk, vagy hol szokták mindezt megmutatni, hogy mikor mi van? Van Facebook oldalunk, ez az Élet Virágai Szer Elem névre hallgat, és a YouTube csatornánk szintén erre a névre hallgat, és itt szoktak megjelenni többek között az eseményeink a Facebook oldalunkon. Úgyhogy érdemes körülnézni a weboldalt, meg tulajdonképpen látják önök is. És ami úgy érdekelne, hogy visszatérőek az emberek, vagy meggyógyulnak és nem mennek többet, vagy akkor is visszatérnek a koncertekre? Változó, tehát valaki jár évek óta, valaki egyszer-kétszer, ráadásul a szerelem, az egészségügyi problémái változnak, jobb állapotba kerül, és akkor ő nem feltétlenül jár vissza, de valaki évek óta rendszeresen velünk van. És erre a koncertre be kell jelentkezni, vagy csak oda kell menni? Mind a kettőre van lehetőség. A terepfoglalás szempontjából jól tudjuk, hogy most 50 vagy 500 emberre készüljünk. Hát gondolom, hogy mindenki szívesen megy el egy ilyen szívet, lelket felemelő koncertre. De akkor beszéljünk arról, hogy azért nem csak koncertek vannak, hanem tulajdonképpen van egy központ, ahol én egy nagyon érdekes dolgot olvastam, négykezes masszázs. Ez micsoda? Szóval különbözik egy kvázi kétkezes vagy normál masszázstól, hogy egyszerre két masszőr dolgozik, egy vendégen, aki a masszáláról fekszik, ez egy sokkal mélyebb ellazulást tesz lehetővé, mert az agy négy fel nehezen koncentrál. Ez nem egy szinkron masszázs, hanem a négy kéz négyféle sebességgel irányba halad, egy nagyon gyors, nagyon mélyen lazulást tesz lehetővé. Hát ez nagyon érdekes. És akkor mit érez az ember? Mind a négy ponton valami mást, vagy ez valahol összegződik? A legvége az már szinkron masszázs, az utolsó pár perc általában. Van, aki eljön és 2-3 perc után elalszik, még aki alvás problémás az is, valaki relaxosabb vagy egy lágyabb masszázs kér, aki erősebb, sportosabb vagy normál masszázs kér, ő érzi nagyon gyorsan fölengednek az izmok, akár 2-3-4 órás masszást meg lehet spórolni, és egy óra alatt eljut ugyanabba az állapotban állunk. De érdekes! És ez inkább a testre vagy esetleg a lélekre is hat? Ahogy kérje, kedves vendég! Mind a kettő is hathat, vagy csak egyiket, csak másikra. Tehát a masszázsterapeuta az mindig az adott emberre fókuszál? Adott ember is, adott napra, mert az ember is változó, hogy érzi magát, mire vágyik. Na hát nem tudom, hogy gondoltak-e arra, kedves nézőink, hogy nem mindegy, hogy egy adott napon milyen masszást kapunk. Pedig nagy benne az igazság, hogy nem minden nap vagyunk ugyanúgy teljesítőképesek, vagy jókedvűek, és ez ott akkor érzésből jön, vagy megkérdezik, hogy ma hogy érzi magát? Megkérdezzük, hogy mit szeretne ma kapni, és az a kénnás alap, és azt hozzátesszük azt, amit a teste üzen, hogy neki mire van szükség, és a kettőből alakul ki az aznapi masszázs. És tulajdonképpen mi az eredménye? Milyen változásokat hoz esetleg az adott emberben a végére?
Például az egyik legkomolyabb sikerünk az az volt, amikor volt egy ember, aki eljött és mondta, hogy nem tudott 3 hete PC-re menni, és már az emésztőrendszer egy részét eltávolították előtte 20 évvel, ez neki elég nagy probléma volt. 3 órával később tudott PC-re menni, ezáltal nem kellett elmenjen orvoshoz és megműtsék. Tehát tulajdonképpen a sejtek rezgésébe mászik bele valahogy? Sejtek, illetve a test, illetve az energiák. Mi az, amivel még ez a központ foglalkozik? Mi mindent csinálnak még ott? Foglalkozunk lágy csontkovácsolással, ha valaki szeretné. Az mi? Lágy? Lágy csontkovácsolással. Az mi? Az hasonló, mint a nem lágy csontkovácsolás. És mi a nem lágy? Akkor ropognak az embernek az üzleti csontjai, és a lágy csontkovácsolásnál kevesebb a roppanás, inkább a több finom mozdulat, hogy azt az eredményt hozza, csak aki mondjuk nem szeretne ropog valamilyen, az kevésbé érez fájdalmat, feszül ettől meg esetleg. Nagyon érdekes. Mindenki mehet csontkovácsolásra? Mert sokan félnek például, hogy jaj, hát engem ott kitekernek, mi lesz velem? Pont ezért személyre szabott mindenkinek a találkozó a masszázs, mert csontkovácsolásnak vannak a részei, például egy lábujjak, vagy kézujjak, az mindenkinél kimozdítható. Nyilván vannak elegési lábotok, amikor egy lábcsontkovácsolást sem feltétlenül teljes mértékben hajtunk még, hanem csak egy részét, azt a részét, amit adott pillanatban meg lehet tenni biztonságosan. Kedves nézőink, még nagyon sok minden van ebben a központban, amire most nem tudunk kitérni, de reméljük, hogy találkozunk még Gergellyel máskor is. Például ott van Feng Shui, hát azt egyáltalán meg kéne értenünk, hogy mit jelent, mire jó, de most egy sokkal aktuálisabb dologról szeretnénk még érdeklődni, ez pedig nem más, mint a tábor. Milyen ez a tábor, és mikor lesz? Ez lesz bizonyos szempontból az év fénypontja, nekünk szervezőknek mindenképpen, de sok vendég, aki tavaly is volt már, nagyon várja már, hónapok óta újra találkozhassunk. A helyszín, ez Szegedtől kicsit északra, Árpádhalmon lesz, és július 24-től 28-áig. Jó hosszú, az már 4 nap. Sőt. Ó, elrepül. Jó társaságban elrepül. És ez az Árpádhalom, ez egy ilyen természetes környezetben, egy tényleg táborszerű valami? Ez egy kastély épülete, ami iskolaként funkcionál évközben, és most nyáron megkaptuk, hogy ott tartassuk a tábort. Ennek a méretéről annyit, hogy 200 fős lakodalmak is voltak már benne a nagyteremben, de hát férőhely az lesz. Illetve aki szeretne, az sátorozhat, de vannak különböző panziók, kivehető házak, nem túl messze onnan, ott is lehet megszállni. Tehát a rendezvény van a kastélyban, és az elszállásolás pedig mindenkinek a saját szája íze kedve szerint. Hát aki sátorban szeretne, az a kastély parkjában megteheti, ott elfér 50-100 sátor. Aki nem sátorozni szeretne, az a kastélyban a kisebb épületek részekben, kisebb szobákban is tud elszálláshova lenni. Ezen kívül valaki autóban alszik, valaki lakókocsival jön, valaki pedig bérel valahol egy környében egy házat. Na most azért a legfontosabb az, hogy mi van egy ilyen táborban, milyen foglalkozások? A táborban lesznek előadások, reggel estig, nyilván ebéd, reggel és vacsora, illetve előtte utána szünetek lesznek, 2-3 előadás lesz délelőtt és délután is. Akikkel lehet találkozni, majd a táborban Szemző Gábor, Szecsei Miklós, Kállai Edit, Piti László, Szelei Magdolna, Balogh Béla, Szigeti Lénárd Katalin, Tóth Hédi Hesse, Krobl Mónika, Botkáné Hajdu Mónika, és jó magam is fogunk előadást tartani. Hát ez jó sok, ez a 4 napban szinte egy folyamatos, hömpölygő folyama a tudásnak. Sőt, ezen kívül lesz még nyitókör és zárókör, a zárószertartást Szelei Magdolna fogja megtartani, illetve lesz még a szombati nap, amit külön kiemelnék, hogy parázsonjárást tartunk este. Parázsonjárás? Én is csináltam már, de azért erre tényleg föl kell készülni lelkileg. Egész nap. Szerintem az országban nem sokan csinálják így, hogy egész napos felkészülő gyakorlatokkal, reggeltől kezdve, mire este a tábortűz, a tűz leég, addigra már mindenki teljesen ráhangolva tudjon átkelni majd a parázsnak, aki szeretne.
Tehát ez egy fakultatív program, de én mindenkinek azt tudom mondani, aki megy majd a táborba, ki kell próbálni, mert az egy olyan érzés, miután átjutott az ember, hogy szinte lebeg. Valamit megcsinált, valamit olyat, amit sose gondolt volna, és tényleg hoz valami olyan változást, hogy én nekem ez nagyon tetszik, ez a program, tehát ez van a szombati napon. Igen. Úgy tudom, hogy valami vendégkoncert is lesz, fellépők. Fel fogunk lépni az Életvirágai Szerelem Zenekar péntek este, Szemző Gábor fog tátortobást hozni csütörtök este, minden este lesz zenés program. Tehát az Életvirágai Szerelem? Magyarázzuk már meg ezt az együttes nevet. Hát az Életvirága, amit látható a fősőmön is, az körökből áll a kör, az egynek a szimbóluma, amikor egységben vagyok, akkor szerelemben vagyok, vagy szeretetben vagyok, vagy szertartásban vagyok, és akkor tudok szerben lenni, hogyha a négy elem egyensúlyban van, a tűz, a víz, a föld elem bennem. Ezt jelképezi, ez, amit hoztam ajándékba neked. Nekem? Igen. Hát nagyon köszönöm. Ez, ó, de szép, ez egy kristály? Hegyi kristály, igen. Hegyi kristály, és az a lényege, hogy van megcsiszolva? Ötszögletű, tehát a négy elem, tehát az egyensúlya hozza létre az ötödik elemet, a szer elemet. És akkor ez, ha mondjuk a birtokomban van egy ilyen kristály, ez mit jelent? Segít kapcsolódni ez az állapothoz. Ez nem egy érzés, hanem egy állapot. Amikor minden rendben van bennem, úgy érzem magam, hogy jól vagyok. Hát nagyon köszönöm, és akkor igyekszem. Ezt a szobába ki lehet tenni, lehet egy kis dísze az íróasztalomnak, vagy magamnál kell hordani? Mind a kettő lehetséges. Valaki zsebével hordja, valaki tanisznyában, valaki belefoglalja valamilyen gyakba valóba, és valaki kiteszi lakásába, valóba a szobába. Tehát ő hat, hogy mi ezt hogy használjuk, ez már rajtunk múlik. Igen. Tehát visszatérve a zenekarra, miért választották ezt a nevet? Azért választottuk, mert eljutni ebbe az állapotba, hogy jól vagyok, ez egy jó dolog. Eljutni másokkal együtt, ez még jobb dolog. És amikor ez ismétlődik és kiteljesedik bennünk, ennél kevésebb dolog van. És ez akkor a négy napból, tehát volt egy nap, amikor mondta, hogy táltos dobolás van. Ez a csütörtök este Szemző Gábor vezetésével. És Szemző Gábor vezetésével pénteken van valami különleges? Ott lesz az este a koncertünk. Igen. Az Életvirága és Szerelem együttesnek a koncertje. És mi lesz még? Hogy van? Szombaton lesz a parázsonjárás. Szombaton van a parázsonjárás. És vasárnap délután pedig elbúcsúzunk egymástól a zárószertartás után. És az előadásokon mi mindent lehet tanulni, vagy meghallgatni, hiszen nem kell mindent megtanulnunk? Önmagunkkal való kapcsolódásról, a teremtésről, az istenemberré válásról, és még sok más témáról. Hát ez nagyon-nagyon érdekes, és akkor még van erre lehetőség, hogy bekapcsolódjanak akár nézőink is egy ilyen táborba? Már százan vagyunk, de még néhány ember tud jelentkezni, aki gyorsan lecsap az utolsó helyekre. Óha! Hát az egyébként nagyon jó, mert amikor ennyi ember van együtt, tényleg valahogy másképp rezeg a levegő. Erre egy jó példa volt tavaly, amikor egy kedves hölgy Győr mellől fölhívott pár nappal korábban, hogy van-e még hely, mondtam, hogy van. Jönne, de nem tud menni, mert olyan állapotban volt, hogy maximum 100 méter, azt is lassan tudott sétálni. Ez volt a tábor előtt. Végül sikerült neki autót intézni és lehozták. Hazafele vígan tudott sétálni. Ő kezelést nem kapott, csak benne volt abban a térben, amit a táborban létrehoztunk. Egyébként erről ezt olvastam, de akkor itt az élő bizonyíték rá, hogy sok ember együtt nagyon sok mindenre képes. Egyrészt ezek szerint jól tud lenni, másrészt hatnak egymásra. Olyan teret hozunk létre, ami ezt elősegíti, ez egy tudatos teremtése a szervezőknek, hogy aki oda érő, ő egyre jobban lehessen minden nap. Még egyszer akkor mondjuk el, hogy mikor lesz ez a tábor. Július 24-én lehet érkezni szerdán. A programok azok másnap kezdnek csütörtökön,
és vasárnap, július 28-án lesz az utolsó nap. Tehát akkor július 24-én indul, 28-án búcsúzás. Meddig lehet jelentkezni? Minél hamarabb, de akár az utolsó nap is, ha még van hely. Ha valakinek a 4 nap sok esetleg, akkor lehet jönni 1-2-3-4 napra is. Hogy csak lejön, ott van, és akár vissza is. Uh-huh. Igen. Milyen messze van ez? Árpád-Halom. Ez a Szentes, Csongrád, Szeged háromszögben van benne. Akkor, hogy még egyszer átéljük, én megkérném, hogy magyarázza el ezt, hogy együtt jól lehetünk a nézőknek. Együtt jó lenni, együtt tudunk lenni, töltődni, rezgés szinten emelni, gyógyulni, megélni szép, felemelő pillanatokat Árpád-Halmon. Várunk minden kedves nézőt szeretettel, Szelei Magdolnával, Piti László, szervezőtársaimmal. Említette a kollégáit, mióta dolgoznak együtt? Ez már a 3. tábor, amit szervezünk Piti Lászlóval, aki már korábban több mint 30 éve szervez táborokat, és Szelei Magdolna is hasonlóképpen nagyon régóta benne van ebben a közösségben embereknek adni, hogy jól legyünk. Ez olyan szép, tehát maguk, akik mindezt szervezik, ők is jól megvannak együtt, és ha önök oda tudnak menni, akkor önök is jól lesznek, mert jó együtt lenni. Hát én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk, egészen új világot nyitott meg előttünk, reméljük, hogy fogunk még találkozni, hiszen számos téma van, ami az önök asztalán fekszik. És zárásként pedig Boda Zoltánhoz fordulok még egyszer, hiszen említettük itt a táltos dobokat, és ha emlékeznek, mind a szeretet ünnepén, mind a víz gyógyításánál mindig ott vannak a táltos dobosok, hiszen annak a dobnak a rezgése a szívünkből szól, és úgy tudom, hogy a vasárnapi rendezvényen is lesznek táltos dobosok, így van ez, szólni Zoltán? Szólni is fognak, és az lesz a jelz, hogy gyógyítsuk meg a földanyát, és mindenkit szeretettel várunk, és segítséget elfogadunk, áldás legyen mindenkire. Köszönöm szépen, Zoltán, elfogadjuk az áldást így közösen, és akkor ne feledjék, egyszer van egy táborunk, és egyszer van ez a nagy rendezvény, ahol pedig a pozsonyi csatára emlékezünk. Talán a tábor még egyszer utoljára mondjuk el, hogy mikor lesz. Várjuk szeretettel önöket július 24-től 28-áig. Ki milyen hosszúságú időt tud velünk tölteni Árpád-Halmon. Legyen így, kedves nézőink, aki csak teheti, legyen ott a táborba, vagy jöjjön velünk vasárnap. Így legyen. Művek. Kedves nézőink, ebben a blogsorozatunkban értékes, különleges embereket mutatunk be, olyanokat, akiknek az egész élete, munkássága említésre méltó, sőt, szeretnénk megmutatni önöknek, és most egy különleges blokk lesz ez a mai, hiszen
nem is magyar embert mutatunk be, magasrangú állami kitüntetésben részesült dr. Jürgen Hogeforster úr, a Hanza Parlament megálmodója, alapítója, örökös tiszteletbeli elnöke, és számunkra is ismerős, hiszen több magyarországi rendezvényen az Ipartestületek Országos Szövetsége vendégül látta, és mivel nekünk van egy ilyen blogsorozatunk, úgy gondoltuk, hogy ezt most megmutatjuk önöknek, készült vele egy interjú. Hogy miért is kapta ezt az elismerést, mit értékel a magyar állam és az IPOSZ abban a munkásságban, amit ő megélt, és természetesen a jövő heti adásban pedig az IPOSZ-tól jönnek felsővezetők, akik elmesélik. Dr. Jürgen Hogeforster úr, a Hanza Parlament és az Ipartestületek Országos Szövetségének eddigi kiváló együttműködését, és persze sok más témáról is lesz szó. Kedves nézőink! Ünnepi, emelkedett hangulatban ülünk itt most hárman önök előtt, hiszen egy magasrangú állami kitüntetés átadása után vagyunk, bemutatom vendégeimet. Aki a kitüntetést kapta, az dr. Jürgen Hogeforster úr, a Hanza Parlament alapító elnöke és örökös tiszteletbeni elnöke. És nagy szeretettel köszöntöm Solti Gábor urat, az IPOSZ igazgatóját, aki viszont abban lesz segítségünkre, hogy az előzményekről is pontosabb hírt kapjunk. Kedves Solti úr, azt szeretnénk tudni, hogy egy ilyen kitüntetés adományozható legyen, ahhoz kell a múlt. Szeretnénk, ha úgy mutatná be nekünk dr. Jürgen Hogeforster urat, amiből jobban megismerhetjük az ő munkásságát. Hát nagyon, nagyon nehéz feladat ezt összefoglalni, mert az ő munkássága egy igen széles látókörű kézműves és nagyipart is részben ismerő, támogató ember, ugyanakkor egy olyan személyiség, aki a versírástól kezdve mindenfajta térségben kipróbálta magát, és ma is egyik meghatározó egyénisége a német gazdasági életnek, és nyugodtan fogalmazhatok így. Ami a magas kitüntetéshez vezetett itt, azt nagyon röviden csak abban tudom megfogalmazni, hogy ő északról származik, és ott létrejött a Balti-tenger térségében egy olyan szervezet, amit Hanza Parlamentnek hívunk. Ennek ő alapító tagja, és mint hallottuk, örökös tiszteletbeli elnöke, és mind a mai napig aktív. Hogeforster urat teljes mértékben megismerni nagyon nehéz ilyen rövid idő alatt. Egy rendkívüli személyiség kapta meg ezt a magas állami kitüntetést ma, aki jelentős szerepet játszott a német gazdaság, főleg a KKV szektor támogatásában, és játszik mind a mai napig is, aki bejárta az egész világot, mint a kézműiparnak a küldötte, aki egy olyan szervezetet alapított meg, mint ami ma is létezik, a Hanza Parlamentet, ahol 18 ország közel 70 szervezete tevékenykedik, és ezekben minden ország benne van, aki a Balti-tenger partján fekszik, Észtországtól kezdve, Ukrajna és Oroszország is, csak hogy ezt megemlítsem. Ez a szervezet, ez azon munkálkodott, hogy hogyan tudja az Európán belüli együttműködést a KKV szektor területén is segíteni, hogyan lehet a tudásokat az egyik országból a másikba átvinni és átadni, és hogyan lehet a béke nyelvén és a nemzetközi együttműködés nyelvén minden politikán túlmenően egy olyan gazdasági együttműködést kialakítani, ami a lakosság, a társadalom érdekeit szolgálja. Tehát ez az ő nagy érdeme, hogy Magyarországgal kapcsolatban
megmerték azt tenni, hogy amikor megalakult a Hanza Parlament, és senki, de senki nem volt a közép-kelet-európai országok részéről abban tag, akkor hirtelen az IPOSZ-tól megérkezett egy kérdés, nem lehetnénk-e mi tagok? És ő igennel válaszolt. Ezt majd ő elmondja, hogy miért, de innentől kezdve mi alapító tagok voltunk egy olyan szervezetben, amelyik az északi országokat kötötte össze, egyszerűen abból a logikából, hogy miért lenne messzebb tőlünk ez a terület, gazdaságilag, emberileg, kereskedelmileg, mint mondjuk Észak- vagy Közép-Olaszország, vagy bármelyik másik. És elindult egy együttműködés, ami a mai napig egy igen magas szintre emelkedett, és reméljük, hogy folytatódni is fog. A többit majd ő elmondja magáról. Nagyon szépen köszönjük! Kedves nézőink, és most megragadjuk az alkalmat, hogy gratulálhassunk, és azt hiszem az önök nevében is, úgyhogy kedves Hóge Forster úr, szívből gratulálunk ehhez az igazán megtisztelő és magasrangú állami kitüntetéshez. Arra lennénk kíváncsiak, hogy ugye volt Északon egy zárt közösség, mégis hogy érzi, mi hívta életre, hogy meg kell csinálni ezt a Hanza Parlamentet? Es gibt zwei Hauptgründe, warum wir das Hansa-Parlament gegründet haben. Két fő oka van annak, amiért a Hansa Parlamentet megalapítottuk. 1990-ig az európai támogatások nagy része a földközi tengeri térség felé irányult, például Spanyolország, Portugália, Franciaország, Olaszország felé. Az északi területeket elhanyagolták. Akkor mi északi országok képviselői összeültünk, az észak-német területek, Norvégia, Svédország, Finnország és a többiek, hogy a földközi tengeri térség túlsúlyát ellensúlyozzuk a támogatási politikában. Ez volt az egyik ok. Közben bekövetkezett a német újraegyesítés, és akkor újabb tagokat tudtunk felvenni a Baltikumból, Lengyelországból, más országokból. Tehát ez volt az egyik ok. A másik ok az volt, hogy a kis- és középvállalkozások között az észak-európai gazdasági kapcsolatok szélesítése érdekében hálózat kiépítését kellett megkezdeni. Az északi tengeri térség, a Hanza országok térsége nagy történelmi tradíciókkal rendelkezett ehhez. Hiszen 300 évig a világ egyik legerősebb gazdasági szövetségéhez tartoztak ezek az országok, és az volt a szándékunk, hogy mi ezt a térséget, főleg a kis- és középvállalkozások területén újra erős gazdasági térséggé fejlesztjük. Kezdetektől a fókusz az a kis és középvállalkozásokra vonatkozott? Ich komme ursprünglich aus der Landwirtschaft und habe Én eredetileg a mezőgazdaság területén kezdtem el a tevékenységemet. Magam is vezettem vállalkozást ezen a területen, és egész életemet a kis és középvállalkozások világában töltöttem. Életemnek különböző állomásai voltak e területen. Először különböző német régiókban, aztán Svájcban voltam politikai területeken tanácsadó, majd Hamburgban a kézműipari kamarát vezettem, azután következett a Hanza Parlament. De a fő témám mindig a kis- és középvállalkozások világa volt, mert ezek adják az erejét, gerincét a gazdaságunknak, így az egész társadalomnak is. Németországban közismert az evangélikus templomokban látható emlékeztető felirat: a kézműipar lehetőség a gazdaság számára, és példakép az egész társadalom számára. Ezért mi is kötelességünknek éreztük támogatni. Handwerk ist die Chance für Wirtschaft und Vorbild für die gesamte Gesellschaft. Das ist unser Anliegen, das zu fördern. Mit jelentett akkor ez a segítség? Mit tudtak önök nyújtani? Man muss zunächst eins genau feststellen.
Großunternehmen haben interne Stäbe für Marketing. Valamit hangsúlyozottan ki kell jelenteni. A nagyiparnak vannak a vállalataikon belül saját szakemberei, külön a munkatársak képzésére, külön a marketing tevékenységre, külön a kutatási fejlesztési területekre. A kézműipari, kisipari vállalkozásokban a tulajdonosoknak mindent maguknak kell csinálniuk. Nekik segítségre van szükségük a kamarák, a szakmai szövetségek részéről, hogy mindezeket a szolgáltatásokat saját vállalkozásaik és alkalmazottaik számára is biztosítani tudják. Ez a mi célkitűzésünk, hogy a kamarákkal, az olyan szervezetekkel, mint Magyarországon az IPOSZ, az egyetemeket is bevonva, ezeket a szolgáltatásokat kialakítsuk és biztosítsuk. Különösen a duális szakmai képzés területén. Lengyelországban és más balti országokban például német mintára a duális képzés bevezetését támogattuk, emellett sokfajta más továbbképzést dolgoztunk ki. Az egyik Európa szerte közismert, bennünket jellemző főtevékenységi forma, hogy a duális gyakorlati képzést összekötjük a szaktanácsadással, a szakmai továbbképzéssel, főleg a fiatalok számára. Ez nagyon hasznosnak bizonyult a vállalkozók számára. Kombiniert mit einem Bachelorstudium für Jugendliche. Das ist sehr, sehr wirkungsvoll für die Betriebe. Ez bizony irigylésre méltó volt a mi szemünkkel is, hú de jó lenne ide tartozni. Vajon mit szólt a Hanza Parlament, amikor a kérdés, hogy mi is lehetünk tagok, eljutott hozzájuk? A Hanza Parlamentet eredetileg azok az országok alapították, amelyek a Balti-tenger körül találhatók. Azután jött a kérés az IPOSZ-tól Magyarországról, hogy tagok szeretnének lenni. Mi rögtön igent mondtunk. Ennek két oka volt. Egyrészt azért, mert Németország nagyon sokat köszönhetett Magyarországnak. Az 1989-es magyar határmegnyitás nélkül a német újraegyesítés talán soha nem valósult volna meg. Másrészt a kérés az IPOSZ-tól, az Ipartestületek Országos Szövetségétől jött Budapestről. Az IPOSZ a magyar kézműipar legnagyobb országos szövetsége, hatékony szervezet, Európában is jól ismert olyan szervezet, amely a magyar kisvállalkozásokkal országszerte közvetlen kapcsolatban áll. Mi ilyen szervezetekkel működünk más országokban is együtt. Az IPOSZ 100%-ban megfelelt eddig a mi elvárásainknak, és ez nagyon gyümölcsöző és jó együttműködés volt mind a mai napig. Örülünk annak, hogy az IPOSZ a Hansa Parlament tagja. Hát mi ezt nagyon szépen köszönjük, ez jól esik, hiszen ez dicséret, viszont akkor kíváncsiak vagyunk, hogy azóta mi mindenben működhettünk mi is közre, milyen projektekben vehettünk részt. Mi minden évben tartunk a tagjainkkal egy nagy összejövetet, amelyen vállalkozások is részt vesznek. Ők elmondják, mire lenne szükségük, mik az elvárásaik. Például az egyik központi téma volt, hogy nincs elég képzett munkaerő és szakember. Akkor mi koncepciókat dolgoztunk ki, milyen támogatási forrásokat lehetne igénybe venni a helyzet javítására, és projekteket pályáztunk meg sikerrel az Európai Uniótól. Majd a tagországokban működő kamarákkal, szakmai szervezetekkel és egyetemekkel közösen kidolgoztunk a projektek támogatásával konkrét intézkedéseket, módszereket a helyzet javítására. Ezeket teszteljük magunknak a vállalkozásoknak a bevonásával, és ha az eredmények jók, akkor az összes tagszervezetünknek javasoljuk, vegyék fel a szolgáltatásaik közé. Például továbbképzés lehetőségek az energia területén, vagy például most folytatunk egy projektet többek között az IPOSZ részvételével a digitalizáció szerepéről az építőiparban.
A digitalizálás hatalmas lehetőség a kőzműipar, a kisipar számára is a jövőben. Vagy van egy másik, most április 1-én induló projektünk, amelyben az IPOS szintén részt vesz. A Hansa Parlamenthez tartozó 6 másik országgal együtt. Ez a projekt tehetséggondozás és innovációs szakmai központok kialakítását célozza. Egyetemek, szakiskolák és vállalkozói szervezetek azt vizsgálják majd közösen, hogy a jelenlegi szakiskolai, egyetemi és vállalkozói képzéseket hogyan lehet kifejezetten a kisvállalkozók számára is szükséges irányokba fordítani, és hogyan lehet ezeket a képzéseket célzottan megvalósítani. Hát ezek szerint akkor marad a jövőben is egy nagyon jó kapcsolat, viszont van, ami a jövőben már sokkal nehezebb helyzetet jelent, és ez nem más, mint Európa, sőt a világ rossz irányba terelődik. Itt a háborús helyzet, a rengeteg infláció, létezik migráció, és nagyon sok olyan probléma, ami bizony a kis- és középvállalkozásoknak csak nehezíti a helyzetét. Fel kell ismernünk, hogy olyan időszakban élünk, amelyet a teljes átalakulás és újraformálás jellemez. Minden eddigi szervezett dolog a rendezetlenség irányába mozdult el. De az összes probléma, amiről szó van, nem új. Az energiakrízis fogalmát 1970 óta ismerjük. A klímaproblémák már 1990 óta napirenden vannak. A szakemberhiány problémája 1995 óta fennáll. Minden téma, amivel mi foglalkozunk, régóta fennáll, csak még nem dolgoztuk fel. És most, várhatóan a kézműiparban és kisiparban is, 3-4 nehéz év vár ránk, amelyekben ezek az átalakulási folyamatok végbe mennek. Meggyőződésem, hogy a kis- és középvállalkozások megerősödve fognak ebből a korszakból kikerülni. Az új technológiák, a digitalizáció támogatni fogja a kis- és középvállalkozásokat ebben a harcban. 2028-ig még nehezebb évek következnek, de utána a jövőben továbbra is meghatározóak lesznek a kis- és középvállalkozások. A jövő az övék. Bis 1928 noch schwere Jahre, danach gehört die Zukunft dem Mittelstand und dem Handwerk. Hát én úgy érzem, hogy ez egy nagyon is optimista válasz volt, és kívánom, hogy ez így is történjen. Viszont akkor most engedjen meg egy-két személyes dolgot. Azt a banális kérdést, hogy mit érez most a kitüntetés után? Die ich persönlich empfangen habe, az az érzés uralkodik bennem a kitüntetés után, hogy ez a mi együttműködésünk elismerése, amelyet az IPOS-szal és Magyarországgal folytattunk. Nagyon örülök, hogy ez az együttműködés tovább folytatódhat, hiszen ez a magas kitüntetés is elismerése és megbecsülése annak a munkának, amelyet mi a kis- és középvállalkozások érdekében folytatunk. Számomra pedig ösztönzést ad ahhoz, hogy ezt a munkát, a kisvállalkozások támogatását még tovább folytassam. Für mich ein Ansporn, aktiv weiterzumachen und das Handwerk zu fördern. És most még arra lennénk kíváncsiak, hogy mennyire szereti Magyarországot, vannak-e kötődései, akár bármilyen város vagy személyek, akikért szívesen látogat el hozzánk. Nagyon szívesen jövök, amikor csak lehetem Magyarországra. Talán már 10. vagy 11. alkalom, hogy itt vagyok. Szeretem Magyarországot, és a feleségem is mindig örömmel elkíséri ide. A feleségem azt mondja, hogy Budapest szebb, mint Párizs. Én is úgy találom, hogy Budapest csodálatos város. Ezen kívül én is és a nejem is nagyon szeretjük Héviszt. Héviszen a fürdőben néhány napot eltölteni számunkra nagy örömet, tökéletes kikapcsolódást jelent. Most már negyedszer megyünk Hévízre. Wir sind zum vierten Mal dann auch jetzt wieder in Hévíz.
Hát mi ennek igazán szívből örülünk, és mindig szeretettel látjuk itt Magyarországon. Reméljük, hogy többször is el fog még látogatni. Még egyszer szívből gratulálunk ehhez a magasrangú állami kitüntetéshez, és kívánunk az életben további gyümölcsöző, sikeres munkát. Nagy örömet jelentett számomra ez a magas szintű megbecsülés és elismerés. Minden jót kívánok Önöknek, és már előre örömmel gondolok a következő találkozásunkra. Dankeschön. Egészségünkre! Kedves nézőink! Megint mi vagyunk az asztalon, mi vagyunk terítéken, hogy vajon mi is jó nekünk, és nagy szeretettel köszöntöm, ahogy Önök ezt már megszokták itt a stúdióban, Éliás Tibor természetgyógyászt, és folytatjuk a múltkor megkezdett műsorunkat, hiszen olyan gyorsan elszáll az idő, leveleket kezdtünk bontogatni, de hát a téma annyira érdekes volt, hogy elmerültünk benne. Kedves Tibor, én nem kímélek, és folytatjuk akkor a leveleket. Kedves nézők se kímélnek, mert telefonon is érdeklődnék, és rendkívül érdekes kérdéseket kapok. Majdnem azt mondom, hogy orvosi kérdéseket, és nyugodtan kérdezzenek, mert ha nem tudok, akkor is válaszolok, csak nem azonnal, hanem utána nézek, mert csak olyat szeretek mondani, amit be is tudok tartani. Hát legyen így, és ha emlékeznek, ugye ott is a nyárnál hagytuk abba, föltettünk egy-két kérdést, de maradt még, és ez ráadásul rá rímel Péter fia Éva blokkjára is, hiszen ott is a nyári problémákról beszélgettünk, hogyan legyünk nyáron egészségesek, tehát akkor nézzük meg még, hogy itt mik maradtak megválaszolatlanul. Egyik nézőnk azt kérdezte, hogy milyen olyan módszereket ajánl napvédelemre, amiben nincs kemikália. Hát Tibor, föl van adva a lecke. Először is azt javaslom, kedveseim, hogy a napozásra csínyán bánjuk. Nagyon nagy szükség van rá, ugye a D-vitaminnek az elsődleges forrása a napsugárzás, de csak úgy, hogy ésszel, bocsánat. Délelőtt 10 és délután 3-4 óra között, ugye a tűző napon nem szabad tartózkodni, mert nem az a baj, hogy leég a bőr, hanem az, hogy maradandó problémák keletkeznek. Tudnék, a bőr egy olyan szerkezetünk, ami elraktározza az információkat, és hogyha mondjuk ma egy órát napozott, és holnap megint egy órát, akkor nem azt mondja, hogy tegnap meg ma, hanem már 2 óra van a bőr szerkezetében. És sajnos, ha ezt nem csináljuk teljesen odafigyelve, akkor akár még bőrrák is lehet belőle, és egyéb bőrproblémák. Tehát nagyon szépen kérek mindenkit, hogy tényleg tessenek használni olyan napozó krémeket, amelyek teljesítik a szolgálatot. Nem az a lényeg, ez is fontos lehet, hogy milyen faktor, mert van, aki faktorérzékeny. De én azt mondom, hogy olyat, ami lehatol a bőr 7 rétegén keresztül, és minimum 6 órán keresztül tartja, visszatartja azokat a túlzó anyagokat, ami a szervezet már nem bír el. És tessék emlékezni rá, amit a Tibor mond, hogy a bőr emlékezik ön helyett is, hogy összerakja, és egyszer csak ez kulminál, és ott lesznek a bőrbetegségek. Tehát összefoglalva, nem szabad sajnálni, muszáj a napkrémeket használni, nem biztos, hogy azok az olajok, nem biztos, hogy azok a olcsó dolgok, de az életünkről van szó. A semminél több. Hát egyáltalán. De ha már használhatunk, akkor minőségét. De például olyan is van, amivel, hogyha bekerít, akkor 6 órán keresztül nem csak a napon, hanem a vízben is tartózkodhatunk, mert kijövünk a vízből, és ugyanúgy védi tovább a krém. Ez nagyon fontos, amit most a Tibor mond, mert én utána néztem, hogy mit jelentenek a faktorok, és valójában egy nagyon egyszerű dolgot, ha az ön bőre X percig alkalmas arra, hogy napozzon, mert utána leég, mondjuk egy fehér bőr 5 percig, akkor ezek a faktorok
azt az 5 percet megsokszorozzák. Ha egy 50 faktoros napvédőről beszélünk, akkor az 5x5 percet enged meg, addig, amíg le nem mosódik. Tehát, amiről a Tibor beszél, hogy lehatol a bőr 7 rétegében, az annyival jobb, mint a faktorok, hogy az ott is marad, tehát egy sokkal hosszabb ideig nyújt védelmet. 6 órán át tulajdonképpen. Persze azt is hozzátehetjük, hogy az ilyen melegben, ami most van, a kerti munkánál nagyon oda kell figyelni. Szóval én, sokan tudják, hogy minden pénteken kint vagyok a gyógynövény tanyán, és reggeltől estig dolgozom, gyomlálok, stb. Mindent csinálok, etetem őket, mert minden héten más kaját kapnak az anuák, ezt nem tudom, mondtam-e már. Nagyon sok olyan gyógynövényeket adok nekik, amitől még jobban tudnak önöknek majd segíteni sok minden dologban. De nekem is ugye egy egyszerű vászonsapkát vettem fel, és alatta tettem a krémet, és a bőrömet is. Nem égtem le, pedig reggel 9:30-től este 7:30-ig kint voltam a kertben. Szakadt rólam az izzadság. Ez ellen megint csak azt mondom, hogy spritzni. Itt most kinéztem különösen egy kérdést, mert ezt úgy félig meddig, mivel önök is kérdezték, föltettem Péter fia Évának is, ő az ő szemével válaszolt. A kérdés így hangzik, árt-e, ha hideg vizes borogatást használunk, árt-e a szívünknek, vagy bármi másnak? Hirtelen nem. Hirtelen nem ajánlom. Tehát a szervezetünk sokkot kaphat, pláne a szívtájékon. Most képzeljék el, hogy ott ül valaki, vagy dolgozik, vagy fut, vagy edz a napon, fölmelegszik-e a 35 fokos kánikulába 50 fokra a szervezete, a teste, és akkor oda teszünk egy 10 fokos hideg borogatást. Sokkot kap a szervezetünk, és még jó, hogyha nem a szív környékére teszünk, mert azért rendkívül érzékeny az ilyen sokkokra, az idegi sokkokra is, meg a hőmérséklet változásokra is. Tehát csinyán, és például ugyanez vonatkozik a folyadékokra. Nem hideg vizeket iszunk, hanem langyos teákat. Két dolog miatt. A hideg víz meg, tehát torokgyulladást okozhat, megfázásokat okozhat, gargalizálni kell majd utána, és propolisszal szopogatni, hogy elmúljanak ezek a dolgok. De hogyha langyos vizet, uram bocsá, langyos gyógynövény teát iszik, nagyon sok eredményt fog elérni. Először is nem lesz szomjas. Szó nem jöhet buborékos és hát szénhidrát tartalmú folyadékokra. Az édes üdítők még szomjasabbá fognak tenni. Tapasztalják, én úgy gondolom. De aki nem, majd meg fogja látni. Tehát a legjobb gyógynövénytea, hogy milyen, amilyet akar, kamillát, levendulát, borsmentát a legjobban üdít, a citromfüvet, bármit lehet kapni drogériákba, de ha kell, szóljanak, én is adok. Tehát nem szabad a szervezetünket sokkos állapotba hozni, ennyi a lényeg. Következő, mindig vegyék figyelembe, hogy egy hosszú levélből emeljük ki a lényeget. Kedves Tibor, ekkora férjem nagyon leégett, és ami a baj volt, hogy nem tudott utána rendesen megmosakodni. Mit ajánl, ha egy égett bőr mégis meg kell tisztítani? Először a spritznivel sokat fújunk rá, hogy letisztítsa azt a felületet. Tehát azzal mossuk le? Azzal mossuk le, ilyenkor ne sajnáljuk, ne vízzel, ne nem tudom micsodával. Tűnik a spritzni, az rögtön fertőtlenít. Baktériumokat, vírusokat, stb. Nem engedi, hogy kifejtse meg a hatását. Meg nyugtat is. És nyugtat, hogy a bőr sokkot kap. Mert itt aztán a levél hosszabb részébe az, hogy fájt. Ha már megnyugodott a bőr a spritzni után, mert ugye beszívja a bőr 7 rétegébe, és ott bent kifejti azt a tevékenységet, mert nem tudok elégszer mondani, hogy mennyire fontos, amikor már megszáradt a bőr, ugye meg kell mosakodnunk. Na ilyenkor eszük ágában eljusson darabos szappannal mosni, mert a bőr újra megsérülhet, ki van téve bizonyos dolgoknak, hanem sampont használunk. Tehát folyékony sampont, amivel a kezünkre tesszük, egy kicsit megnedvesítjük, és úgy óvatosan azokat a területeket, ami sérült.
Én a magas alói tartalmat mondom megint, mert abban nincsen, 100%-osan biztosan tudom, nincs benne vegyszer. A vegyszer ilyen esetben hatványozottan problémákat okozhat a bőrön, és hát hosszú távon is emlékezetes maradhat ez a kis napozás, hogyha nem figyelnek oda. Tehát három dolgot tessék megjegyezni. A spritzet mindenképpen vigye magával, a napkrémet, ugye azért, hogy hosszú távon is tudjon kimaradni a napon. Persze lehetőség szerint ez a fa árnyékába, tehát ne kifejezetten a napsütésben, ilyen 40-30-40 fokos kánikulában. És a harmadik, amikor majd zuhanyzunk, vagy megmosakszunk, akkor folyékony, aloé tartalmú samponttal mosakodjunk a fejbőrön keresztül mindent. Hát a következő kérdés az, ami már a rosszabbik helyzetet mutatja. Nálunk már megtörtént a baj, az orvos diagnosztizálta, hogy a napozásoktól elindult egy kezdődő bőrrák. Nem olvasom föl, hogy hogy néz ki, le van írva. A kérdésben az van, hogy kedves Tibor, ezen is segíthet az Annua? Egyértelműen. Egyértelműen. Az Annuának egyre több és több hiteles orvosi bizonylatokkal rendelkező mérési eredményeket tapasztalunk. Most nem akarom a legújabbakat elmondani, mert most maradjunk ennél, ez nagyon fontosak. És ha vannak kérdések, nyugodtan küldjék be, talán ez a legfontosabb, mert ebből sokan tanulhatnak. Tehát ebben az esetben az Annuának döntő többséggel mondom, hogy nagyon nagy szerepe van. Pontosan azért, mert a szervezetet belül táplálja, megnyugtatja, és azokat a újonnan szerzett sérüléseket belül meg ki tudja védeni. Tehát már milliószor elmondtam, a vírus és a daganat mellett olyan dolgokat is képes regenerálni, az alapsejt reguláló képességénél fogva, hogy nagyon fontos a sejtek, amikor előbb akarnak elpusztulni valami oknál fogva, akármilyen oknál fogva, akkor az Annua megtalálja őket, és segíti őket tovább élni. Tehát azt mondanám, mint egy orvos meggyógyítja belülről azokat a részeket, amihez sem orvos, sem én, sem más nem tud hozzáférni. Tehát a kérdés nagyon jó, én most is azt mondom, hogy az Annuát kell használni, és aki kétszer-kettőszerben naponta, az meg is előzheti ezeket a bajokat, hiszen a szervezetet nagyon sokan hívnak fel, durván egy 3-4 hét múlva, amikor elkezdik kétszer-kettőt szedni, hogy Tibor, meg vagyok rökönyödöm. Miért? Először még így kezd, mi baj van? Hát az, hogy én eddig is azt hittem, hogy jól vagyok, na de lehet ilyen jól is az ember? Igen, kérem, lehet. Kimerem mondani, fiatalit, hát nézzenek rám, 72 évesen, és tényleg marha sokat dolgozom, de nem veszem észre. Én kétszer-kettőt minden nap beveszem, és hogyha te is azt csinálod, tudom, mások is ezt csinálják, mindannyian évtizedeket adunk a magyar ember továbbélésére. Ez is kapcsolódik a nyárhoz. Azt mondja, hogy nyaralni voltunk, ahol volt foglalkoztató, és vízben is, és szabad téren is tornázhattunk. Meg is tettük, de bizony olyan elánnal, hogy meghúztuk magunkat. Gondolom tehát, hogy túl teljesítettek, mert az ember hirtelen mások előtt is gondolom így vannak. Én is így vagyok, hogy megmutatom, hogy mennyire szépen tudom a gyakorlatot csinálni, és ezek szerint baj lett. Van-e erre valami meg megoldás? Megpróbálják behozni azt a lustaságot, amikor egész télen keresztül nem csinálnak semmit, pedig a telet kell felhasználni arra, hogy rendszeresen kondizunk akár a teremben, akár otthon. Erre is lesz majd, remélem, a módunk, hogy egyszer majd mutatok olyan gyakorlatokat, amiket például én csinálok, és bárki megteti, hogyha én így tudom. Tehát igen, nagyon fontos, hogy a jó levegőn, a vízparton, stb. Csináljunk ilyen gyakorlatokat, vagy egyszerűen csak ússzunk a vízbe, tehát mozogjunk, használjuk ki ezt a marha jó időt, akinek ez az. De sajnos vannak idősek emberek, akiknek van ízületi, reumatikus, köszvényen, stb. Problémájuk.
itt fokozottan oda kell figyelni, mert nem hiszem, hogy örülne annak, hogy aztán hazamegy, és akkor két hétig jaj, itt fáj, jaj, ott fáj, és a jajam ott fáj. De erre is van megoldás, mert tudnék a kondroitén szulfát, a glukozamin szulfát, a metánszulfonid metán, és most sorolhatnám, ezek mind a mozgás területén fontos anyagok, és hogyha hiányoznak, akkor ezt hosszú távon megsínylük. Pláne, hogyha nem voltunk bemelegítve, és észre se vesszük, csak akkor, amikor abba hagyjuk, hogy Jézus Márián. Na most ez az ital, ez életet menthet. Tehát amikor nekem a két érdemet műtötték egész kicsi koromban, akkor ez még nem volt. De 43 éves koromban, amikor már azt hiszem, alig tudtam járni, engem ez mentett meg. Ezt komolyan mondom, óriási dolog volt, hogy ez a kis koktél mennyire rendbe tette a két érdemet. Azóta nincs is vele gondom. De folytatom tovább. Ha tornázni akarnak, az egy nagyon jó dolog. De írják előre össze, hogy mit akarnak mozgatni. Ne akarjanak egyszerre túl sokat az első pár napban. Hozzá kell szoktatni a szervezetet, mert többet árthatnak, mint amit használnak. Tehát a kigyúrt emberek sem azt csinálják, hogy rögtön 100 kilót nyomnak, de elkezdik 10-zel, 12-vel, stb. De egészségükkel kívánom, csinálják ezt, és hogyha rám hallgatnak, a csontokat is erősítik, mert minden embernek bizony kopik az ásványi anyagok, élükön a kálcium, a magnézium, és azok az apró ásvány, tehát ritka és kevés ásványi anyagok is nagyon fontosak, mint a brón, a szelén, a vanádium, a réz, a vas. Tehát olyan kapszulát vagy tablettát kell keresni, amiben ez mind arányosan jól benne van. És akkor lehet tornázni, lehet 120 évig élni, boldogan, fekélyek és fájdalom és problémák nélkül. Köszönjük szépen, Tibor, kedves nézőink! Hát ennyi fért ebbe a mostani beszélgetésbe, de ezekből mind lehet tanulni. Véget ért a Tea Glóriával adása mára. Ha szeretnék megnézni az ismétléseket, akkor ne feledjék, a szerda esti 21 órás kezdésű főműsor után csütörtökön 15 órakor, pénteken 13 órakor, szombaton 18 órakor, és vasárnap reggel 8-kor megnézhetik még az aheti adást, lehet jegyzetelni, lehet még egyszer jól átgondolni, hogy mit is tanácsoltak önöknek meghívott vendégeink. Nézzék weboldalunkat www.teagloriaval.hu, vagy a Facebook oldalunkat, a műsor címét írják a keresőbe, és ami a legjobb, leghatásosabb, az a műsor állandó telefonszáma, hiszen közvetlenül tehetik fel kérdéseiket, vagy kérhetnek információt. Ez a telefonszám így szól, 0620 9 340 330. Ezt a számot reggel 9 után, de este 9-ig hívják bátran. Amikor tudom, felveszem, vagy visszahívom önöket, vagy nem tudom, mert nincs ott szám, akkor próbálkozzanak többször. Kedves nézőink, nagyon szép hetet kívánunk önöknek, és úgy, ahogy ezt Tibor mindig tanácsolja, éljenek egészségesen.